Amit itt látunk jelenleg, az egy hagyományos porcelán öntési technológia, egy úgynevezett gravitációs öntési technológia. Ez azt jelenti, hogy az itt látható gipsz formába a kancsóban lévő ilyen palacsinta tészta jellegű öntőmasszát fogjuk beleönteni. Ennek a gipszformának az a feladata, hogy az itt látható öntőmasszából a vizet magába szívja, és gyakorlatilag a porcelán terméknek a nedves, de már önmagát megtartani képes falazatát kialakítsa. A művelet az nagyon könnyen és egyszerűen elvégezhető. Teljesen színültig kell töltenünk a formát, hogy ne legyen sehol anyaghiányos a porcelán termékünk, sehol ne legyen lukas, vagy sehol sem legyen vékony, elvékonyodott falréteg. Ezt teljes egészében feltöltjük púposra, ezt a beöntő nyílást, és gyakorlatilag ez idő alatt, amíg a formába az öntő massza elhelyezkedik, az úgynevezett szívási idő telik el. Ez azt jelenti, hogy a gipszforma szívja a vizet az öntő masszából, és csak a kerámia por, a száraz anyag marad vissza. Ha most megnézzük a formát újonnan, akkor lehet látni, hogy a púposra töltött forma az kezd csökkenni, és folyamatosan esik az öntőmassza szintje a formában. Ez abból következik be, hogy a vizet teljes egészében elszívja a gipszforma, ezt majd fogjuk látni bontás után, és gyakorlatilag az itt kialakult porcelán réteg, falréteg fogja alkotni a porcelán terméknek a fal vastagságát. Ez körülbelül technológiától függően és falvastagságtól függően ez egy 3-8 perces szívási időt vesz igénybe. Ezután a maradék öntőmasszát vissza ki fogjuk önteni a öntőformából. Ezáltal lesz üreges a termékünk. Ugye, ha benne hagynánk a teljes masszát a idők végezetéig, végtelen hosszú szívási időt adva, akkor egy nagy tömör porcelán terméket kapnánk. Ez ugye nem cél, itt kimondottan a könnyű és vékony falú dísztárgyak termékeknek az előállítása a cél. Most ismét lehet látni, hogy már egészen mélyen megszívta a vizet. Ilyenkor technológiai lépés, egy kis utántöltés, hogy biztosan a termék alja is egyen falvastagsággal rendelkezzen, ne legyen anyaghiányos hely. Nagyjából egy olyan 2 perc telt el most, még várunk egy olyan 2-3 percet, és ezek után kiönthető lesz a termék, és már elindulhat a terméknek a nyers szilárdulási folyamata, vagyis hogy a formában elérjen egy olyan nyers szilárdságot, hogy kibontva a terméket, a magasabban lévő pontok a porcelán esetében a talp megbírja, ne legyen az, hogy elbillen vagy beroskad mondjuk egy dísztárgy, egy kutya, egy váza, egy bombonier vagy bármi egyéb. Én most ezt ki is öntöm. Ezt gyakorlatilag egy határozott mozdulattal visszaöntjük majd a kancsóba. Ez az úgynevezett visszajáratott massza lesz. Szépen látszik, ahogy folyik vissza az öntőmassza formába. Így. Ilyenkor állni szoktuk hagyni egy kicsit a formát, hogy teljes egészében kicsöpögjön. És most fogjuk látni gyakorlatilag a kiöntés utáni fázist, hogy ez hogyan is néz ki. Jó? Tehát kiöntöttük a maradék öntőmasszánkat a gipszformából, és a megfelelő száradási idő után a forma bonthatóvá válik, megvan a kellő nyers szilárdsága a termékünknek. Ez azt jelenti, hogy elkezdődhet a száradási folyamat. A formát megbontjuk, ez egy osztott forma, jól látszódnak az osztási vonalak rajta. Erre azért van szükség, mert egy osztott és rávágásokkal készített porcelán dísztárgyat fogunk itt megtalálni.
lefektetjük a terméket, és itt már jól látható a porcelán terméknek a talpa. Most megbontjuk az oldalsó síkot is óvatosan, vigyázva arra, hogy ne okozzunk sérülést a terméken, és akkor most már jól látható ennek a porcelán formának, ennek a skótjuhásznak a nyers változata, és itt látszik még a formában a különböző osztás. Megmozgatjuk az osztott forma darabját, így, és talán most már óvatosan megfogva a terméket talpára állítjuk, ezt óvatosan szépen lefordítjuk róla, és gyakorlatilag az előző híg palacsinta tésztából itt lesz a kezünkbe az elkészített, még nyers porcelánforma. Ha megérintjük, akkor még jól érezhető a nedves porcelán tartalom. Ezt ide helyezem a sorba, elkészült, ide tesszük, és itt egy teljes skálát láthatunk. A teljes skála úgy kezdődik, hogy a nyers még tapintásra is nedves forma, itt még itt már a szárított, megszáradt forma, amivel még semmi nem történt, egyszerűen szobahőmérsékleten laborlevegőn kiszáradt. A következő darabunk az már egy úgynevezett zsengelt, egy alacsonyabb hőfokú 800-900 Celsius fokos égetéssel elkészített előgyártmány. Itt látható egy teljesen kiégetett, 1300 Celsius fok körül égetett porcelántermékünk, és itt az utolsónál látszik a kettő közti markáns különbség, a befejező művelet, az úgynevezett mázazás, amikor ezt a szép csillogó külső réteget megkapja majd a porcelán termékünk, ezt teszi vízzáróvá, ellenállóvá, és gyakorlatilag szépen dekoratívvá a terméket. Ezeket a mázakat színes változatban is tudják produkálni, valamint ezek a mázak festhetőek vagy matricázhatóak, és kellő mintázat igény szerint kialakítható a porcelán terméken. Ami még itt a sorban viszonylag szembetűnő volt, az az, hogy a nyers változattól a kész változat felé ez gyakorlatilag egy méretskála szerinti csökkenést okozott. Ez abból ered, hogy a égetés során lévő úgynevezett égetési veszteség, gázok, szerves anyagok és egyéb bomlási folyamatok, ha végbe mennek, akkor ezáltal egy tömegcsökkenés jön létre, és egy zsugorodás után gyakorlatilag a késztermékünk jól előáll, és jól látszik, szembetűnő a különbség a nyers és a készre mázazott égetett termék között. Egy körülbelül ilyesmi zsugorodás megy végbe. Ez porcelán termékeknél egy ilyen 25-30% környéke szokott lenni.